Cadea Brăsănii Mihai. A kárpátai magyarság sosem volt könnyű helyzetben. Itt az elmúlt 30 évben különösképpen rossz helyzetben volt. De a kárpátai magyarság mindig olyan volt, hogy még a jéghátán is megél. Tehát szerintem az összes határon túli régió közül ez a régió az, mely a legszívósabb. És bármekkora nyomás is nehezedjen rá, mindig kitartott. Persze volt elvándorlás is, kisebb vagy éppen nagyobb számban, de tapasztalható például az utóbbi időben visszaköltözés is Kárpátaljára. Ez szerintem egy pozitív folyamat, még kevesen vannak, de már egy pozitív folyamat, hogy valakik megpróbálnak itthon talpra állni, itthon érvényesülni, és hát ugye a honvágy az nagyon fontos, és hál' Istennek én is találkozok a munkám folyamán olyan emberekkel, akik most már úgy vissza-vissza jönnek, kicsit összeszedték magukat, kicsit talpra álltak, és most már itthon próbálkoznak az életben. Nagyon sok segítséget nyújtott ehhez az utóbbi évek magyar kormánypolitikája, ugye a 2013-14-es válság után fontos volt az, hogy egy erős gazdaságpolitikát építsen fel Kárpátalján a magyar kormány, az itteni magyar szervezetekkel, a KMKS-szel karöltve, például létrejött ugye ez az EGÁNEDE gazdaságfejlesztési program, mely azért nagyon sokat segített az itteni embereknek. Én szintén olyan ember vagyok, aki hazajöttem. Én 8 évig voltam azért Magyarországon, de Magyarországon is a határon túli magyarsággal foglalkoztam, főleg a kárpátaljai magyarsággal, de úgy éreztem, hogy nekem ez a hazám, nekem ez a legfontosabb, és én itt érzem a legjobban, legboldogabban magamat. Hogy mit hoznak a választások, a július 21-i előrehozott választások, én abban reménykedem, hogy továbbra is lesz magyar képviselő az ukrán parlamentben. Ha nem egy, akkor legalább kettő, de legalább három. Nagyon örülnénk ennek. És hát szerintem a kárpátai magyarságnak el kell mennie szavazni, jöjjön mindenki haza, aki teheti, mutassuk meg, hogy vagyunk itt Kárpátalján. Felejtsük el azt az elmúlt 5 évet, azt a borzalmas periódust, azt a borzalmas ciklust, amikor minket megpróbáltak elnyomni, ellehetetleníteni, mind gazdaságilag, mind titkosszolgálati módszerekkel, mind politikailag. Mutassuk meg azt, hogy itt Kárpátalján fontosak vagyunk, és fontos a magyar képviselet.